Az előadás egy hangzatos címet kapott, a kert mindenki. Tegyük tisztába ezt a fogalmat. A kert tényleg mindenkié? Jó lenne, hogyha mindenkinek lenne kertje, és úgy lenne a kert mindenkié, mert egyre nagyobb az igény szerintem a biztonságos és egészséges élelmiszerek iránt. Természetesen itt vagyunk Bárszent Mihályfán, én azt gondolom, hogy azért vidéken azért talán még a kertművelés a mindennapok része, sőt azt lehet mondani, hogy nem csak magáért azért, hogy egészséges élelmiszert álltsunk elő a családunk részére, hanem az egy úgymond egy része a napnak az, hogy reggel, este kimegyünk a kertbe és rendbe tesszük a kis kertünket, és ez boldoggá tesz minket. Talán nem is a földterülettel van a gond, főleg falvakban, hanem inkább talán a kedvel. Mennyire jellemző az, hogy a mai fiatalok kedvet éreznek a kertészkedéshez, a földműveléshez? Mert nem elég csak elkezdeni, hanem kitartóan kell azt gondozni. Az igazából tavasztól őszig kemény fizikai munkát ad. Kemény fizikai munka, de hát megedzi a lelket is, nem csak a testet, én azt gondolom. Annó, amikor Keszhelyen kertbarát előadást szerveztem, mondta, meghívtam egy pszichiáter főorvos asszonyt a Keszhelyi Kórházból, és pont ezzel a témával kapcsolatban, hogy milyen szerepe van az emberek fizikális és mentális egészségének a megőrzésében a kertművelése, azon belül a kertben a különböző színeknek, formáknak, alakoknak, illatoknak, és hát tényleg azt lehet mondani, hogy egy főorvos asszony, hogy azt mondja, hogy igenis ez egy mentális és fizikális kikapcsolódás és feltöltődés a kertművelés, és akkor neki ezt el lehet hinni. A mai nap, vagyis a manapság azért talán ez a Covid időszak, ez a két év a városembereket ráébresztett arra, hogy nem mindent lehet megkapni a nagyvárosokban, és hogyha ez korlátokba ütközik, hogy mi mehessünk nap, mint nap, mert nyilván kényelmesebb dolog mind a nagyvárosi, mind a település, kisebb települési embereknek, hogy beülünk az autóból, felpattanunk a biciklire, motorra, és elugrunk a boltba, és mindent meg tudunk vásárolni, és ezért pluszban nem kell úgymond fizikai tevékenységet kifejteni ebben a rohanó világban. Tehát ezt is el kell ismerni, hogy azért minden gyónak azt lehet mondani, az élet azért eléggé feszített tempóban telik, és megyünk reggeltől estig a munkánk és a fizetésünk után, de azért önmagában ezt, ha egy ember végiggondolja, csak gazdasági oldalról, hogy jelen pillanatban gyakorlatban azt mondják a szakemberek, hogy 100 négyzetméter zöldséges kertben meg lehet termelni egy négy tagú családnak az egész éves zöldség szükségletét, akkor ez az nem is akkora nagy terület. És ha ezt forintosítjuk, akkor azt mondjuk, hogy 5-600 ezer forintot meg lehet spórolni azzal, hogy mi magunk állítjuk elő a kis kertben az élelmiszert, amit nagy valószínűséggel, hogyha magunk tesszük, magunknak dolgozunk, akkor egy egészséges és jó ízű zöldségfélét el tudunk állítani. Az elmúlt évtizedekben mennyit változott ez az ágazat? Próbálunk visszatérni a biokertészkedésre. Mennyire lehet ezt a fajta növénytermesztést visszahozni? Én bízom abban, hogy aki saját magának állít elő élelmiszert, az nagyjából azért megpróbálta elkerülni, amit el lehet kerülni. Jó, persze azt is hozzá kell tenni, hogyha azt látjuk, hogy ragad az egész cseresznyefánk a levéltetőtől, meg tiszta kukacos, és nem szeretjük a kukacos cseresznyét, akkor a következő évben azért lehet, hogy törekedni fogunk arra, hogy vegyünk valami olyan rövölőszert, aminek használatával ezt meg tudjuk akadályozni, és nyilván ez igaz más gyümölcsfajokra is, zöldségfajtákra is. Tehát ezt talán senki sem szeretné, és ebből adódóan ezt mindenki igyekszik elkerülni. Vannak bizonyos olyan rovarkártevők, még talán a burgonyabogár, amit ha meglátunk a kertben, azt azért össze tudjuk szedegetni. Tehát egy kis kertben akkora nagy veteményesünk nincsen, ahonnan ne lehetne összeszedni azokat a rovarokat, mesztelencsigát, bármit, ami a növényeket károsítaná, és talán így el lehet kerülni az, hogy próbáljunk minél zöldebben kertészkedni, és ne sok mérget bevinni a saját asztalunkra. Az igény ez megvan, csak lehetséges, hogy tényleg sok esetben egy adott betegségfajta megjelenése, vagy netán egy picit a lustaságunk is rávisz arra, hogy amikor elmegyünk a növényvédőszerboltba, vagy gazdaboltba, inkább mondjuk így, egy gazdaboltba, egy kertészeti árudába vásárolni valamilyen kis magot, szaporítóanyagot, akkor, hogy hát van esetleg erre, meg arra valami megoldás, és hát ilyen esetekben olyan növényvédőszerekre gondolnak a kiskerti termesztők, és hát lehet is kapni. Talán annyi biztonság lehet esetleg a kis gazdagoboltokban kapható készítményekről, hogy ezeknek a növényvédelmi besorolása azért nem az erős mérgek közé tartozik. Tehát ha betartjuk azokat az útmutatókat, azokat a dózisokat, amit ezeknek a készítményeknek rá van írva, és nem illik, vagy nem lenne szabad túldozírozni, akkor talán meg tudjuk azt tenni, hogy
egészségesebb élelmiszert tud magnak előállítani. Ennek a mai előadásnak mi a fő tematikája, tehát mi a vezérfonala, mire fog fölépülni? Hát a kert mindenki, és növény kondicionálás, növény táplálás lesz az előadás cím és az egész előadásnak a vonulata. Tehát azt lehet mondani, egy olyan témával jöttem, ami nem mindennapos. Európában, nagyüzemi gazdálkodásban különböző biostimulátoroknak és a lombtrágyáknak a használata, azt lehet mondani, hogy az elmúlt megváltozott 20 év, időjárásában megváltozott 20 évben egyre jobban előtérbe kerül és szerves részévé válik egy nagyüzemi szántóföldi gazdálkodásnak, de ezek a készítmények elérhetők kisebb mennyiségben és használható a kiskertekben is. És mint azt lehet mondani, 20 év ezelőtt Magyarországon lombra kiutatni bármiféle tápanyagot, az hát elképzelhetetlen volt, és nyilván egyetértve azzal, hogy növények és a gyökerekünk keresztül táplálkoznak, és az a szájuk, és ott veszik fel a tápanyagot, de ha belegondolunk abba, hogy csak a 2021-es évet veszik alapul, hogy a nyár 6 hétig egybefüggő szárazság volt, csapadékmentesen, óriási nagy légkörű a szájjal, UV-sugárzással, olyankor a növények sem tudnak táplálkozni a szájukon keresztül. Tehát ilyenkor meg kell próbálni rajtuk segíteni valamilyen módon, hogy ne menjen veszendőbe az az évi termésünk, vagy legalábbis minimalizáljuk a termés kiesést. Kert szempontjából 2022-ben mi lesz a nagy kihívás? Hát szárazság most is van. Hát a nagy kihívás, mint minden évben most az időjárás kitettsége, hektikussága. Hát bízzunk a jó Istenbe, vele kell jó barátságban lenni, és hát ha ez sikerül, akkor reméljük, hogy abban az időben fogjon a napsütés, amikor sütnie kell, akkor fog esni az eső, amikor szüksége van erre a növényeknek.